Hát kérem szépen, ezen a koncerten robothangon fognak énekelni emberek. Mindenkinek ajánlom ezt az élményt. Nem bírod már elviselni. Az eredeti lemez az 50 éve jelent meg kereken, 73-ban. Ez azért különleges, mert ez egy olyan formációja volt az LGT-nek, amivel se előtte, se utána nem készült lemez, mert ugye Barta, Somló, Laux és Presser alkották a zenekart, és ugye utána már Barta nem volt, előtte még Somló nem volt, tehát ez végül is tényleg egy különleges lemez. Nekem az LGT így személyesen egy ilyen gyerekkori csomagrésze, mert nálunk így a háztartásban ez így elég frekventált helyet kapott, nagyon sokat szólt otthon, úgyhogy onnan van meg az első kapocs. A lemezborító volt az első, ami úgy bevonzott először, ami Kemény Györgynek a műve, és egyébként a mi borítónkat is volt akkor a szerencsénk, hogy ő tervezte, és emlékszem rá, hogy ilyen nagyon furcsa hatással volt rám, de ez elég korai élmény, ilyen 5-6. És hogy úgy féltem is tőle, de vonzott is. Ami talán újdonság az, hogy kicsit belenyúltunk a harmonizációba, más hangulatba helyeztünk néhány dalt, lett olyan dal, ami instrumentálissá vált, lett olyan, ami ének helyett vocoder nevű hangszerrel, vagy talkbox nevű hangszerrel lett énekelve. Hatalmas sztárvendégek várhatók, kérem szépen. Solti János, ugye, aki az utolsó felállású LGT-nek volt a tagja, ő fog játszani pár dalban, Soblok Herbarbia Blaha Louisianából, Gerendás Péter, aki ugye sokat járt az LGT-vel turnézni, mint előzenekar is, mint vendég is. Zentai Márk lesz például a Mörk zenekarból, szintén a Mörkből Ocsovai Damián fog billentyűn is közreműködni. Nagy Barni, aki egyébként a lemezen is énekel, ő is több dalban fog énekelni. Én nagyon izgatott vagyok a 30. koncerttel kapcsolatban, mert közönségként már voltam itt, és azt nagyon-nagyon élveztem. De így meg gondolom más lesz egészen a másik oldalról, és hát nagyon-nagyon várom, mert mindig Lábújhegyre állok, hogyha a fiúkkal lehetek, és velük zenélek. Igazából mindegyiket nagyon szeretem játszani is, meg hallgatni is egyébként. Viszont amit mindenképp kiemelnék, az a Kékasszony, mert Levi nagyon-nagyon szépen énekel benne. Szomorú kék volt az égő szeme. Szomorú kék volt és beszélt vele. Tudta, hogy nem látom többé sosem. Azt várom a legjobban, hogy Solti tanár úrral zenélhessek, mert hogy Kőbányán tanárom volt, és amikor ő dobolni fog, akkor vagy én énekelni, és vagy perkázni. Ezért hozzányúlni ehhez, tudom, hogy is mondjam, vékony jég tud lenni itthon, de azt gondolom, hogy pont mivel, hogy ennyire jól kijövünk egymással, meg megértjük egymást zeneileg, emberileg, ez így a munkafolyamat alatt egyáltalán nem érződött ez a nyomás, szóval hogy egy elég jó hangulatú munkafolyamat volt, és teljes mértékben bele tudtuk magunkat tenni. Reméljük, hogy tiszteletbe tartva az eredetit is, a szándék az mindenképp megvolt.